Köszöntelek benneteket! A forróság nem csillapodik a következő napokban sem, sőt a kevésbé meleg északnyugati tájakon is fokozódik a hőség. Nem csak a Kárpát-medencét sújtja a hőhullám, hanem Európa déli, valamint keleti tájain is tombol a nyár. A csúcsértékek nagy területen meghaladják a 35 fokot, néhány helyen pedig 40 fok fölé is felmelegszik a levegő. Az északnyugati tájak fölé viszont nyugat felől sorra érkeznek a hidegfrontok, amelyek időről időre visszább vetik a hőmérsékletet. A most átvonuló hidegfront mögött is jócskán visszaesett a hőmérséklet, a nappali órákban általában 25 fok alatti értéket mérhetünk, az éjszakai órákban pedig többnyire 10 fok köré hűl le a levegő. Ilyen frissítő időre itthon nem kell számítani, a minimum értékek továbbra is 20 fok környékén, sőt jellemzően nap fölött maradnak. Kezdetben még elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, viszont ezeknek a számossága fokozatosan csökkenni fog, és a hajnali órákban legfeljebb kevés helyen eshet. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk általában, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, és csapadéknak is jóval kisebb az esélye, helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A maximum értékek pedig 32 és 39 fok között alakulnak, ahogy látható, továbbra is az Alföldön számíthatunk a legmagasabb értékekre. A jövő hét nagy részében lényegesen nem fog megváltozni az időjárási helyzetkép Európában, a nyugat fölé érkező frontok továbbra is inkább csak elgyengült formában érhetik el hazánkat. Záporok, zivatarok elszórt jelleggel előfordulhatnak, a hőmérsékletben lényeges változás viszont nem lesz. A hét második felében egy kicsit visszább eshet a hőmérséklet, de ez inkább csak annyit jelent, hogy a forróság, valamint a hőség az mérséklődni fog, meg nem fog szűnni. Ezt mutatja egyébként a mögöttem látható jövő hétre vonatkozó hőmérsékleti anomália térkép is, hogy bizony a Kárpát-medencében jellemzően a hét nagy részében az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb időre számíthatunk. Én ezzel pedig most szeretném is megköszönni a figyelmeteket, további szép délutánt kívánok mindenkinek, és vigyázzatok a hőségben magatokra, illetve egymásra is. Sziasztok!